a község utainak javítása, járdák térkövezése Bácskos útfalvak központjában, a közlekedés biztonságosabbá tétele. Csak néhány beruházás, ami megvalósult az elmúlt száz napban Topolya községben. Az önkormányzat a diákokat is igyekszik támogatni. Idén első alkalommal az általános és középiskolák első osztályába indulókat egyszeri támogatásban részesítették. Az elemi iskolások 8000, míg a középiskolások 10.000 dináros támogatást kaptak. A napi szinten utazó tanulók emellett továbbra is számíthatnak az utazási költségtérítési támogatásra, ez havi 6600 dinárt jelent. Az egyetemisták számára is hirdettek ösztöndíjpályázatot, elsősorban a hiány szakmákat szeretnék támogatni. A pályázat november 15-éig áll nyitva. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak a felsőoktatását is támogatjuk, támogassuk. Ebből a célból az idén is megkérdettük az ösztöndíjpályázatunkat. Az ösztöndíjaknak az összege az 8000 dináros Összeget tesz ki, még a hiányszakmák esetében ez az összeg 16.500 dinár. Három hiányszakmát határoztuk meg az idejében, ezek pedig a német tanár, a fizika tanár, valamint az általános orvos. Topolya községben a mezőgazdaság a legfontosabb gazdasági ágazat, a termelőket az önkormányzat is támogatja, mondta a polgármester. Az erre vonatkozó pályázatok jelenleg is nyitva állnak. A Topolyai Ipari Parkba új befektetőket igyekeznek bevonzani, hogy növeljék a munkahelyek számát. Nagy öröm számomra, hogy elmondhatom, hogy az elmúlt időszakban Aláírtunk egy adásvételi szerződést a Soplas nevű portugál céggel. Ez a cég két parcellát vásárolt meg a Topolyai Ipari Parkban. Ennek a szerződésnek az összege mintegy 20 millió dinár, és a tárgyalásokat is folytattunk természetesen ezzel a céggel. A terveik szerint a következő év első negyedévében szeretnénk megkezdeni a gyárcsarnoknak a kiépítését. Ennek köszönhetően 60 új munkahely fog létesülni majd Topolyán, és ez a cég autóalkatrész gyártással foglalkozik. Az idei évre is van terpőben. Egyebek mellett novembertől Topolya községben is átállnak a két kukás rendszerre, vagyis a szelektív hulladékgyűjtésre. De revitalizálják a városi parkot is, új sétányt alakítanak ki, és új padokat is kihelyeznek majd, ismertette a részleteket Szatmári Adrián.